A gálaműsorra megtelt a sportház nézőtere. Több mint 300 gyerek szerepelt a születésnapi produkcióban, amelyben megidézték a régi idők tornaóráját és az úttörő táborokat is. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bemutatkoztak a Comenius programban résztvevő külföldi országok, illetve az oktatási intézményben választható szabadidős tevékenységek is. A tanulók nagy örömmel készültek az előadásra. Nem nagyon tudnék mondani olyan napokat, amikor rosszul éreztem magam, vagy nem mentem be mosolyogva az iskolába, mert mindig vártam, hogy mit hoz a következő nap, ugyanis nem szürke és unalmas a Gotthárd, hanem tele van színekkel és élményekkel. A jubileumra több egykori tanulót is meghívtak a szervezők. Hát nem csak azért, mert öreg vagyok, és akkor nem, mert megszegi piti a múlt, de egyébként is csak a legkellemesebb érzésekkel gondolok vissza arra, hogy 81 évvel ezelőtt iratkoztam be a Kámoly iskolába, és azóta is az emlékeimet szeretettel őrzöm az iskolámból. 100 év a csillagok között címmel jelent meg az a kötet, amelyben az oktatási intézmény összes eddigi bélyegzőjét is bemutatják. A kiadványban az iskola történetét is megismerhetik az érdeklődők. A 100 éves iskolának megnyithattuk az új korszerű könyvtárát. 100 percet szántunk a magyar irodalomnak, a magyar népmeséktől egészen a mai magyar irodalom alkotásaig. 100 perc volt a vízilabdázóké. Emellett iskolán kívüli városi programokon és vetélkedőkön is képviselték a diákok az idén jubiláló oktatási intézményt.